Még nem dőlt el, hogy jövőre nyitva maradhatnak-e az üzletek vasárnap, a kormány csak holnap tárgyalja az ügyet. Ma a gazdasági minisztérium és a kereskedelmi szervezetek vezetői egyeztettek. A kereskedők többsége tiltakozik a kereszténydemokraták javaslata ellen, mert szerintük elbocsátásokhoz és az adóbevétel csökkenéséhez vezet. Tegnap Demján Sándor nagyvállalkozó azt mondta, ha elfogadják a jogszabályt, népszavazást kezdeményeznek a vasárnapi zárvatartás ellen. Szerda délelőtt nincs nagy tömeg ennek a bevásárló központnak a parkolójában. Munkaidő van, az emberek többsége ilyenkor dolgozik. De akik most vásárolnak, még azok is szoktak vasárnap jönni. Ez egy kényszer, kényszer állapot szerintem. És ön is néha belekényszerül ebbe a dologba? Hát igen, muszáj, sajnos. Szerintem nincs is olyan ember, aki nem kényszerül ebbe bele, hogy vasárnap vásároljon. Nem szükséges egyáltalán, hogy zárva legyen. Én inkább amellett vagyok, ha már így van, hogy nyitva legyen. Egymás után érkeztek a kereskedelmi szervezetek vezetői a gazdasági minisztériumba. Glatfelder Béla államtitkár egyeztetett velük. A többség nem támogatja a vasárnapi zárvatartást. Szerintük kevesebb lenne az adóbevétel, és több tízezer ember kerülne az utcára. A magyar munkaerőpiacon most van egyfajta stabilizálódás, illetve egy pici emelkedés az üzleti szférában, akkor nagyon rossz intézkedés lenne, hogyha mondjuk 25 ezer embert utcára kellene tenni azért, mert ezt a törvényt elfogadják. A kereskedők szerint nem csak eladók, hanem fuvarozók, biztonsági őrök és takarítók is elvesztenék állásukat. A kereszténydemokraták szerint viszont éppen a dolgozók érdekében van szükség a vasárnapi zárvatartásra. Visszaélve sok-sok nagy áruházlánc, nagy bevásárlóközpont az erőfölényével kötelezi az embereket vasárnapi munkavégzésre, hiszen azt mondja, hogy ha vasárnap nem dolgoznak, akkor a hét többi napján sem tartanak igényt a munkájukra. Arról, hogy támogatják a vasárnapi zárvatartást, a kormánypártok politikusai az utóbbi hetekben egymásnak ellentmondóan nyilatkoztak. Ma Glatfelder Béla államtitkár egyértelművé tette, még nincs döntés. Úgy tudom, hogy a holnapi napon a kormány fogja ezt a kérdést tárgyalni, tehát ebből kitalálható, hogy jelenleg abban a pillanatban, amikor én itt állok, akkor a kormánynak ebben az ügyben még nincs kialakított álláspontja. Kedden Demján Sándor nagyvállalkozó kijelentette, ha megszavazzák a törvényt, azt népszavazáson támadják meg. A Vállalkozók Szövetsége eldöntötte, hogy népszavazást, ha meghozzák ezt a törvényt, ha nincs megegyezés ezen a kerekasztalon, akkor népszavazást fog kezdeményezni. Ha a parlament végül megszavazza a kereszténydemokraták javaslatát, az jövőre léphet életbe.